A szállásfoglaló oldal legfrissebb elemzése szerint nyáron egy főnek egy éjszaka átlagosan 11 ezer forintba került, 11,4%-kal több, mint egy éve. A bruttó szobár bevétel a járvány előtthöz viszonyítva a felénél is többel bővült. Ehhez részben hozzájárult, hogy nőtt a foglalások száma 2019-hez képest 15,2%-kal, egy foglalás átlagosan három főre is 2,6 éjszakára szólt. A vakációzók többsége, 70,2%-uk nem hotel típusú szálláshelyet választott idén nyáron. Apartmanban 29,6, vendégházban 21,3, panzióban 15,4, egyéb kategóriában 6,6% hajtotta álomra a fejét. Kelemen Lili, a szállás.hu sajtószóvivője a közleményben elmondta, a következő időszakban a nem hotelek iránti kereslet további erősödésére számítanak, amit az egyéb tényezők mellett főként az alacsonyabb ár iránti kereslet növekedése okoz. Még 2022 nyarán a hotelekben átlagosan 16.500 forintba került, egy éjszaka egy főnek, panzióban 9.120, apartmanban 7.780, vendégházban pedig 7.220 forintba. A szállás.hu szűrői közül legtöbbször a félpanziós ellátást használták, de az önálló ház, medence és a reggeli kategóriák is népszerűek voltak. Ugyan idén augusztus 20-a nem hozott hosszú hétvégét, mégis ez volt a nyár legtelítettebb hétvégéje. A szállás.hu leadott foglalások alapján a legtöbben Siófokon, Hajdúszoboszlón, Budapesten, Egerben és Balatonfüreden nyaraltak. Hévíz, Gyula, Szeged, Zalakaros és Pécs sorakoznak a legnépszerűbb belföldi úti célok top 10-es listáján. Közülük Balatonfüreden és Hévízen volt a legmagasabb az egy főre jutó átlagár egy éjszaka. Mindkét településen 14.000 forint feletti volt ez az összeg. Tavalyhoz képest a legnagyobb drágulás Budapesten és Gyulán volt, mindkét településen 18,1%-kal nőtt egy főnek egy éjszaka átlagára. Ugyanakkor Egerben 1,8%-kal, Szegeden 5%-kal csökkent az átlagár 2021-hez viszonyítva. A legismertebb vízpartok közül a Velencei tó környékén 11.140 forintba, a Balatonon 10.940 forintba, a Tiszató térségében pedig 8.020 forintba került átlagosan egy éjszaka, egy fő részére idén nyáron. A legnagyobb mértékű drágulás ezek közül a Tiszatónál volt, több mint 11%-kal nőtt az átlagár egy főnek egy éjszakára, közölték.